Üdv újra mindenkinek! Ez egy reflektáló videó lesz, hiszen a honvisszafoglaló genetikával kapcsolatban nem csak Neparáczky Endre az, aki jelen pillanatban publikál és foglalkozik, hanem az akadémia részéről Fóti Erzsébet és külföldi csapata. Ezzel természetesen semmi probléma nincsen, minél több eredmény van, az nekünk csak annál jobb. Probléma ott van, ahogy ezeket az eredményeket közlik és magyarázzák. Fóti Erzsébet Dombrádon tartott előadásával kapcsolatban számtalan félre magyarázással találkozhatunk. Kezdeném azzal, hogy ő kijelent olyanokat, hogy az első genetikai kutatás, ugye itt utal a Neparáczky féle, az a törökösöknek kedvezett, mármint az eredmény. A második, amit ő és csapata készített, az meg az uráli finnugorosoknak kedvez, mert hogy, idézem, 35,7%-ban finnugor eredetű volt az általa vizsgált adatbázis. Egyébként 14 értékelhető DNS-sel rendelkezett Fóti, ebből persze volt olyan is, amit már Neparáczky is megvizsgált, de voltak olyanok is, amiket ő nem. Na már most. Először is emlékeim nem csalnak, én nem úgy tanultam a finnugor elméletet, hogy a magyarság gyakorlatilag az összes finnugor népből hozta létre a törzsszövetségét, tehát kvázi az összes finnugor nép vagy nyelv az gyakorlatilag nem oszlik, és ezáltal ugye a gén sem, alcsoportokra. Én úgy tanultam, hogy oszlik. Tehát van finn permiág, van obiugorág, van ugye legelőször a szamoidek válnak le, stb. Tehát nem egységes a nyelv sem. És a magyarok legközelebbi rokonainak a nyelvészet a kantikat és a mansikat nevezte meg. Na már most, ha megnézzük ezt a... Tehát ugye Fóti 14 honfoglalóból 5 esetében az N haplocsoportot mutatta ki, és erre hivatkozik, hogy döntően finnugorok voltunk, mert ez a legnépesebb, legnagyobb számú, tehát ez a 35,7%, az N haplocsoport, ez volt a legdominánsabb. Na most valójában a kanti mansik, tehát ami gén a nyelv rokonságot is bizonyítaná, az L1034-es alág, az csak egy. Esetben ugye a kécske egyes sírjánál volt kimutatható. A többi, mert még két alcsoport lett meghatározva az N csoporton belül, tehát a többi az döntően volgafinn, tehát amit Baskiriába szedtünk föl, miután oda megérkeztünk hunként és szarmataként. A harmadik pedig a jakutokra jellemző, ami az avarokra és a Siungnum belül is, tehát ez a legkeletibb szibériai ág, ami nyelvileg ugye a jakutokat nem is lehet betenni a úgynevezett uráli nyelvcsaládba, mert türk nyelven beszélnek. Nyilván ott volt egy nyelvcsered, mert volt egy alaplakosság, valami keleti szibériai nyelven beszéltett, de az biztos, hogy kelet-szibériai lakossággal van dolgunk, és az, ez a szaka türk, akármilyen, nem magukat ők a jakutok szakának nevezik, beáramlás révén feltehetően nyelvet cserélt, de igazából se a keleti szibériai népességek, tehát mitől Szamojéd, Nagaszang, stb., se a finn, volgai finn népességek, ugye ez a Mordvin, Udmurt, stb., ezek nincsenek ott a, ezek nem igazolják a magyarságnál a finnugor elméletet, mert a kanti mansi génből kéne 35,7%-nak lenni, és nem a mindenhonnan érkezőből. Mert ez csak egy dolgot bizonyít, azt, hogy földrajzi értelemben a magyarság eléggé sok helyen képviselte magát, és beolvasztotta. Ez pont, hogy nem azt bizonyítja ezek a gének, hogy a finnugor elméletet, hanem pont az, hogy valami ezen kívülálló csoport volt a magyar, és ezeket magába olvasztotta vándorlása során. És ugye itt a legjelentősebb, nem, két legjelentősebb beolvadás az pont az ázsiai területek, tehát a Siungno-Zhuangzhuang, mellett az természetesen az európai területeken is vehettünk föl avarokat, és velük együtt ezt a burjátokra
jakutokra, evenki, evensi, eszkimó, stb. Ez a nagyobbik, vagy egy nagyobb csoportot jelentett például az avaroknál, és ott is egyébként az ellenhaplott csoport dominált, amit Neparácki vizsgált, csak hát nem éppen a kantimansi alák, hanem ez a, amit soroltam, népekkel való egyezésre utal. Hát az N-haplo csoport az nem csak a finnugor népekre utal, van olyan specifikum, ami mongol burját népeknél fordul elő, valamelyik ugye even keves, eszkimó, stb. Tehát itt azért ez álljunk meg ezzel a gyors melettel, hogy a minden N-haplo csoport finnugor eredetet bizonyít. Az az N-haplo csoport, ez igenis, ha jól tudom, egy észt genetikus révén eléggé finom hangolva lett, tehát le lett bontva eléggé sűrű, bozótos fává, és bizony ott az L1034-es ág jellemzi az úgynevezett obi ugorokat. Na most ebből egy fő van. Tehát azt lehet mondani, hogy Fótiék 14 mintával dolgoztak, Neparácki ugye 29-el, ide most nem veszük az árpádokat, Neparácki 29-el, plusz ugye még a korábbi időkben is voltak ilyen vizsgálatok, egy-két mintaszámmal. Majd erre is kitérünk, hogy itt mik történtek a múltban, mert ez is nagyon fontos, genetika terén. Tehát azt lehet mondani, hogy a finnugor elmélet, vagy az obi-ugor kapcsolat az egy főre volt igaz. Most nem 29-et kell összeadni 14-jel, mármint mintaszám, mert majd mondom, van egy-kettő, amit mind a ketten vizsgáltak. Csak azért így érzékeltessük az arányokat. Na most volgai finn nyelv lenne a magyar, hogyha Fótinak igaza lenne, tehát útbúrt jellegű, de nem az. Úgyhogy ezt hagyjuk, ezt a politikát a genetikából, igenis jelentsük ki a tényeket. A Tiszakécske, Ókécske egyes számú sírjában fekvő ember volt, egyedül a kantimansik rokona az ős magyarok közül. Mondat vége, pont. Mert ez így tény megállapítás. Aztán Fóti más érdekességre is, vagy érdekes következtetés is levon, hát nem ő egyedül egyébként, tehát most itt félreértés ne essék, hogy itt most személyeskedünk, hanem ez egy általánosan, én nem tudom mi alapján, de elfogadott álláspont, hogy az eredje a haplo csoport az indo-európai népeket fémjelzi. És ő például megemlíti, hogy az Árpádok is ugye ebbe az E93-ba tartoztak, nyilvánvalóan ők is tűpontosan lebontott teljesen más alágra, mert ennek az ez az E93-as haplo csoport, ugye az eredjának a keleti ága. Ezt a bronzkori szkíta, előszkíta népek hordozták, Abasevó kultúra, Szintasta, majd később Andronovó, Srubnaja, stb. Poltavka, Potapovka, ezeket azért még elmondom, mint Srubnaja előzményt, mert inkább ez, mert a Srubnajában is ez hordozta, ennek a leszármazottja a Srubnaja, Poltavka, Potapovka. Tehát ezek a sztyeppei előszkíta népek hordozták ezt az alágat. Ennek lesz majd a leszármazottja a Z2123-as, amit ugye Baktriában mutattak ki 4500 évvel ezelőtt, ami Észak-Afganisztán ma jelenleg. Aztán utána ez megjelenik Ázsia szerte, tehát ami már az a klasszikus belső ázsiai régió, és a hunok, a szinhunra kell gondolni, ahol nem csak ez az keleti eredje, meg a keleti eredj B, ugye az Afanaszjevó kultúra névén jelenik meg, ami európid népességre utal, de megjelenik autoszomálisan is a Baktria-Margiana kultúra. Tehát a Baktria-nak ez a Baktria-Margiana régészeti komplexum, tehát ez a bronzkori Baktria, és az ázsiai hunbirodalom az kapcsolatban van egymással. Tehát mégpedig úgy, hogy az ázsiai hunbirodalom területén, a kezdetek kezdetén ez a mongolokra jellemző slab grave kultúra ért, aztán jöttek a türkökre is jellemző bronzkori altai népek, majd jött Baktria, felől egy benépesedés, sőt még ugye a későbbiek folyamán még a szarmaták is ideérnek. Tehát eléggé színes birodalom volt a Siungnu, nem lehet azt mondani, hogy csak a mongolok, annyiba vagy Siung, amennyiben mongol, annyiba vagy Siung, amennyiben türk, ez hülyeség.
Mert a türkök mellett kell elképzelni a magyarságot, és nem a türk családon belül. Ez a lényeg, amiről kevesen beszélnek, és sokan viszik félre az őstörténelmünket, mert mi a szkítákhoz tartozunk. Baktriából is szkíta népesség érkezik a Hunbirodalom területére. És lesz ugye, fémjelzi majd a későbbi Szívunk Nut. Aztán persze nyugatra vándorlás, meg Indiába, stb. De ez már nem lényeges. Illetve annyiban lényeges, hogy van ez a következő alág, például az Árpádok esetében ez a Sur 51-es, ez az, ami összeköt minket a baskirokkal. És itt mindig elmondom, és mindig el fogom mondani, és csak én mondom el, ezzel van a gond, hogy Julianus barát hun szarmata népességgel beszélt magyarul, amikor megérkezett Baskiriába. Ugyanis mi és a baskirok Krisztus idején, és hát max az első századig, tolható ez az idővallom ki, válunk szét. És ez a hun szarmata jelenlét ebben a térségben. És itt kanalazzuk össze azokat a volga finneket, amire Fóti olyan előszeretettel hivatkozik, hogy milyen sok finnugor volt a honfoglalók között. Nem, ezek ott éltek, mi oda mentünk hozzájuk, és beszerveztük a törzsszövetségbe, nem voltunk rasszisták. És nem véletlen az se, hogy a mitokondriális DNS, meg az Y-kromoszomális DNS, például Karos esetében, az Baskiriába térképeződik. Ott állt össze a karusi népesség. Hogy állt össze a karusi népesség? Volt egy ős magyar szkítaág, ami a Szionból hozott magával türko-mongol ázsiai elemeket, és helyben lakó volga finnekkel bővült az etnogenezise. És itt vette fel a kanti mansikra jellemző L1034-es Tisza Kécske-Ókécskei úriember ősét is. És így indul be a Kárpát-medencébe ez a hun szarmata népesség, tehát a magyarok. Azt lehet okoskodni, hogy a nyelvünk most akkor a hunokkal, a szarmatákkal, vagy már az itt élt kárpáti népességgel. Hát az biztos, hogy amit Griffes Indás onogroknak mondanak, és a szláv forrásokban Bielo-ugrnak neveznek, mert aztán lesz még egy Cserny-ugr, az az Árpád népe. Tehát ez a Griffes nép, ami a 7. században jön be, amiről a krónikák is, mint dátum foglalkoznak magyar második beérkezés kapcsán, tehát itt azért van keverés, kavarás, az a nép az magyarul beszélt, magyarul írt, magyar székely, magyar rovást használt. És sajnos nem a nyelvészek fordítják le, akiket ezért fizetünk, mert azok nem foglalkoznak azzal, ami nem a finnugor hülyeséget erősíti, hanem Vékony Gábor régész. És nem egy ilyen emlék van, tehát nem csak a szarvasi tűtartó van a dorozsmai csont ívég, és még egy pár, amit ő Vékony Gábor a könyvében ismertet. Ezt ő Kárpát-medencei rovásnak hívja. Persze van türk, vagy szkeppei rovás is, amit a türk feliratokkal lehet megfejteni, mert például egy 10. századi tegez felirata, nincs ezzel probléma, jöttek türkök is, de a kettő nem azonos. Sem nyelvében, sem rovás karaktereiben, sem őstörténetében. Volt kapcsolat, ennyi erővel az osztrákoktól származunk, mert velük is éltünk egy birodalomba. Mongolok a rokonaink. Hát neked lehet, hogy rokonaid a mongolok, nekem nem rokonaim a mongolok, mert én nem mongol származású vagyok, vagy Slabgrave, hanem szkíta. Ilyen egyszerű. Ahogy egyébként a legtöbb magyar esetében a szkíta dominál, az európai szkíta dominál mai napig. Tehát a DNS-edet beküldöd egy fizetszérte, és a DNS-ednek a kódjait pontosabban beküldöd TXT formátumban, vagy Excel formátumban, akkor összevetik archeo mintákkal, most nem mondok cégneveket, és ott kijön, hogy hány százalékban mi vagy származásodat tekintve, és a mai magyaroknál előkészítettem videót, de más is, több mintával, az kíta nyer mindenhol. És akkor a második helyen lehet vitatkozni, hogy szalmata, kelta, vagy frank, vagy valami más, viking, germán, stb. De az első helyen mindig az kíta van. Amit persze mondjuk valamilyen szinten a mai Ukrajna vagy Dél-Oroszország területén élő, ma szlávajkú, szláv identitás tudatú népek is hordozhatnak, mert hiszen beléjük olvadtak ezek a... Nem tűntek csak úgy el a szkéta népek, beolvadtak a szláv tengerbe, a türk tengerbe, stb. Előtte még a türk tengerbe. Tehát Fóti is félrecsúszik az eredja indoeurópai váltétele kapcsán, mert ez nem indoeurópai game marker, mert nincs bebizonyítva,
Inkább a Jamnaja kapcsán van ez bebizonyítva, mert ott azért a Jamnaják az Európába elszaporodott ágai, azok megtalálhatóak a mai indoeurópai nyelvű népek etnogenezisében. De ez is érdekes, ez a Jamnaja kultúra, ugye az őse a botaj kultúra, ott az Ural keleti részén él, de semmilyen szinten nem kapcsolódik a finnugor népekhez. Ez elindul nyugat felé, aztán van egy majkop kultúra, az meg elindul a sztyeppe északi része felé, a Kaukázusból. És aztán ebből a kettőből áll össze, de ez a kettő is rokonítható egymással, valamilyen fokon, tehát a botaj meg a majkop. Ebből keletkezik a Jamnaja vagy kurgán kultúra. Ott már megjelennek a halomsírok, a kőbálványok és a ló, ami nagyon jellemző ugye a későbbiek szkíta, de akár hun népeire egyaránt. És ezzel indul nyugat felé is többek között, ugye a keleti ágát már mondtuk, az Afanászjevó, a nyugati ága pedig ugye bejön Európába, egyébként az Alföldre is, és itt ilyen leszármazottai lesznek, hogy Belbéker, meg Tumulus, ugye az a halomsír után, az abból lesz az Urlamezős, meg Unatice, meg Vatya, meg Ottományi, meg stb. És ezeket tartják ugye az indoeurópaiak őseinek. Vagy igaz, vagy nem. Kéne a nyelvemlék. Mert etnogenetikai összekötő pont az annyi, hogy Európába terjedt el, és ma Európában ilyen nyelven beszélnek, ez nem jelent egyenes arányosságot a nyelvi alatolással. Minden esetre, hát ezzel az opcióval is számolni kell. Viszont az eredeti alán nincs ez meg, mert valójában ott az a helyzet, hogy van a Carded Vér, vagy Zsinórdiszes kultúra, aminek, ugye Kelet-Európában terjedez el, vagy fogalmazunk úgy, hogy Németország, Lengyelország, nem most nem sorolom is ettől keletre, északabbra is, és a mai Észtország területén találtak olyan archeo mintákat, amiből le lehet vezetni egy európai eredja ágat, ezt általában a szlávokkal hozzák kapcsolatba pedig ugye a szlávok etnogenezes, meg őstörténetesen tisztázott, valaki szerint a nyelvük egy egyházi nyelv, valaki szerint meg nem. És a másik ág, ami ugye keletre megy, azt már foglalkoztunk fel az előbb. Hogy az ős elő szkítákon keresztül, baktrián át, hogy jut el a hunokig, majd ma Skíria területén jelenik meg például. És a magyar vándorlással összefügg az Árpádok vándorlása. Ez nem lehet elválasztani egymástól. Úgyhogy ennyi erővel ugye az Árpádokat is vissza lehet vezetni Európába, hogy a apai vérvonalat, a turul vért, úgymond. És hát a többi game marker, amit úgy találgatnak, az nem szokták kapcsolatba hozni az ősmajansággal, inkább ilyen Kárpát-medencei, vagy itt fölvettel, de van azért egy érdekes game marker, erről még hadd ejtsek egy szót bővebben, vagy van egy-kettő, amiről még úgy beszélgetnék. Ugye a J1 a szarmatáknál is ki lett mutatva. A J2, A2 ma a kurdoknál, cserkeszeknél, a kurdok Szubartukban élnek, ami nekünk biztosan nagyon fontos tartózkodási helyünk. Mezopotámia északi része, ez felel a sumér kapcsolatokért. Például, ami tény, hiába tagadják. Vagy felelhet. De felelhet ért a Kárpát-medence ősnép is. Vagy legalábbis a kőkortól itt élt nép, hiszen a Djemdet Nassur kultúra, három gyökerű a sumérság, a Djemdet Nassur az a medencei Tisza kultúra, meg Vincsa kultúra, amivel kapcsolatban hozható. Például nyelvileg, hiszen ott az írásjelek megjelennek a tálaki korongon, meg a blau táblákon, ugye Djemdet Nassurnak. Aztán van az I2AL621-es DNS. Ez úgy néz ki, hogy Balkán, Kárpát-medence, Kárpát-medencétől keletre eső, ma Moldova, ukrajnai rész, és akkor ugye a Kaukázus északi előterénél a Karacsályoknál fordul elő, illetve nem bontották le pontosabban, részletesebben, de a kurdoknál is van. Tehát bezárul a kör. Ez megint a közel-keleti terület, Kaukázus, Kelet-Európa, Közép-Európa, Balkán háromszög markere lenne, és ugye ez is, ha a 10. századi mintát nézzük mondjuk a Neparádszky publikációban,
összevetve a kilencedikkel, akkor ez dominált, ez a haplocsoport. Ez is egy érdekes kutatási terület lenne, mert ez viszont nincs meg Ázsiába. Ez bennmaradt az előbb említett háromszögben, és nem ment soha keletebbre. Úgyhogy gének továbbra is számomra az bizonyítják, hogy a magyarság egy európid, a Kárpát-medencével, Kelet-Európával, a Kaukázussal és a Közel-Kelettel, Balkánnal bezárólag ez az előbb említett háromszög. Ez lenne a mi fészkünk, a részkorig, és innen megyünk majd keletebbre, és jövünk haza. Köszönöm a figyelmet!